Március 15-e a veterán járművek kedvelői számára is ünnepnap, legalábbis Békéscsabán. A városban már hagyományosan ilyenkor rendezik meg az év első találkozóját, melynek szervezője azt mondta, hogy az a legjobb ezekben a járművekben, hogy bármilyen régi darabok is még mindig lehet rájuk számítani. Padlásokon, istálókban, fészerekben porosodtak és rozsdásodtak a veterán járművek, míg a régi vagy új gazdáik rendben nem tették. Ezt a Sport Mercedest Gyoma Endrődről hozta a tulajdonosa. Sok minden volt, ez van, 3 évig restauráltam, és már 5 évig használjuk autókázunkra. Békéscsabán azért rendeztek 4 éve először veterán jármű találkozót, mert korábban 100 kilométeres körzetben nem volt hasonló. A városban már hagyomány, hogy március 15-én minden évben előveszik a legszebb darabokat. Mink veteránosok, mi szeretünk találkozni, szeretünk beszélgetni, szeretjük elmondani az élményeinket, tapasztalatainkat, meg egy kicsit azért úgy dicsekszünk, hogy na, nekem ez van. De nem csak autó, bicikli, tehát itt nem az számít, hogy milyen értékű, hanem mi van az illető. A járműveket a Szlovák Kultúra házának udvarán állítják ki. A házat működtető cég vezetőjének is személyes kötődése van a régi járművekhez. Gyerekkorom legszebb emlékei közé tartozik, amikor megjelent, ahol én születtem és nevelkedtem, a tanyasoron egy motor, egy autó, 40 gyerek szaladt utána, hogy akkora újdonságnak hatott, és azóta is nagyon szívembe zártam ezeket a régi mopedeket. Ez a Danubia is sokáig volt az enyészeté, de sikerült megmenteni, és most arra teljesen újszerű állapotba hozni. Ennek a motornak a különlegessége, hogy több mint 60 éve van a gazdájánál. 56 óta, forradalom előtt pár nappal vettük. És utána nem mertem bele bejönni a városba, mert anyán laktunk, mert féltek, hogy valaki elkobozza. A Békéscsabai találkozón leginkább motorosok vonultak föl, egyszerű kétkerekű vagy éppen háborús géppuskával szerelt oldalkocsis, de még a 70-es, 80-es évek szovjet vagy NDK-s robogói közül is hoztak jó párat a gyűjtőik.